A jószolgálati otthon gondozottjaival találkozott Kövér László házelnök. Kecskés Rózsával, az otthon igazgatónőjének vezetésével körbejárták az otthont, megismerkedtek az ott élőkkel. Galambos Dénes kormány megbízott elmondta, a látogatás célja az volt, hogy közelebbről is megismerhessék a szociális szféra ezen ágának az eredményeit és problémáit. A mai látogatásnak egyik fontos eleme volt, az intézmény vezetője vetette föl, hogy a gondozottaknál olyan probléma merült fel, hogy hosszú időn keresztül tudják csak a fogyatékosságokat elbírálni, és ez számomra, amit kormány hivatal vezető számára egy azonnali feladat, hiszen a Nemzeti Rehabilitációs Szolgálat felülvizsgálati eljárásai azok a kormányhivatalhoz tartoznak. Én a hónapján folyamán azzal kezdem a napot, hogy megvizsgáltatom, hogy mi az ok annak, hogy több hónapon keresztül, sokszor 5-6 hónapon keresztül nem bírálják el ezeknek a gyermekeknek vagy fogyatékosoknak az igényeit, és ezáltal hosszú hónapokon keresztül nincs ellátás. Tehát ez a napi munkás számára fontos információ, ezeket csak itt lehet megszerezni, ha itt vagyunk a helyszínen. Mint mondta, fontos, hogy az intézményt be kell illeszteni a normatív finanszírozási rendszerbe. A Jószolgálati Otthon Közalapítványa feladatok ellátása során több irányból kap támogatást, de ez korántsem elegendő, a normatív állami hátteret is meg kell teremteni. Másról egyébként, de a hírlapban. A Jószolgálati Otthonban mintegy 100 gondozottal foglalkoznak. Kövér László házelnök a 2011-es népszámlálási adatok alapján elmondta, hazánkban az emberek 4,6%-a él valamilyen fogyatékossággal. Közülük minden második mozgásában sérült, minden negyedik a látásában sérült, és minden hatodik értelmi fogyatékos. Nagyon jó leső érzés volt látni ezt a szeretetet, amivel itt gondozzák azokat az embertársainkat, akik olyan fogyatékossággal élnek, ami miatt különös, speciális gondoskodásnak kell körülvenni őket, hogy a normális életvitelüket tudják vinni, hogy emberhez méltó életkörülményeket, életfeltételeket kaphassanak, és annak is örültem a beszámoló azon részének, ami arról szólt, hogy nagyon sok diák, meg úgymond civil ember, sportoló, egyszerű polgár hajlandó önkéntesen segíteni, közreműködni, hogy tényleg a lehetőségekhez képest mindenki számára adott mindennapi életüket tudják itt élni az itteniek. Kövér László hozzátette, továbbra is szükség van a nyitottságra, arra, hogy nagyobb figyelemmel forduljunk a fogyatékkal élők felé. Mint mondta, ha ezeken az embereken segítünk, akkor magunkon is segítünk.